Sziasztok! Február 11-e van, szombat. Hát akkor most kikészítettem igazából a most vásárolt dolgokat, úgyhogy akkor kezdjük itt. Vettem három szörpöt, egy szamóca ízűt, egy málna ízűt, meg egy narancs ízű szörpöt. Akkor a kutyusoknak vettem ilyen fog erősítő szerűséget, akkor a Bobinak egy ilyen kutyacsontot, ez elég nagy, és a Lüszikének pedig ilyen picike kutyacsontot. Akkor kapott a Bobi ilyen rafi nyulas konzervet, ebből kettőt kapott. Aztán van itt egy ilyen cukormentes kecsöp. Akkor vettem egy borsót, ebből valószínűleg borsólevesz lesz majd a jövő héten. Akkor vettem egy ilyen fújós olívaolajat, mert az kell a csirkemellhez, ami itt van. Abból is vettem két dobozzal, ezeket is majd le fogom fagyasztani a szépen leeresztett hűtőbe. Úgyhogy itt van paradicsom, és az is nagyon szép volt most. Akkor vettem banánt, méghozzá elég sokat. Azt mondja, hogy ez 700-800 forint volt egy kiló, úgyhogy ez elég tetemes mennyiség. Akkor vettem a kéremnek egy ilyen doboz csípős paprikát, ebben jó sok van. Akkor itt van két fajta alma is. Egy idared, meg egy nem tudom, ez a másik fajtának mi a neve, azt elfelejtettem. Akkor vettünk egy ilyen paprikát, 190 forintért. Akkor vettem friss, mély almos friss tojásból 10 darabot, az is szép. Itt ég egy gyert a szegény Móriczkáért, mert hát azért mégis sokáig velünk volt, ugye. Akkor van itt egy csemege uborka, akkor 4 darab orbitrágó, és akkor itt jönnek az egyéb dolgok. Például vettünk ilyen koktél paradicsom magot. Ott van, hogy ilyenkor kell elvetni a magokat, így februárba, áprilisba ki lehet ültetni, és akkor július környékén akkor lehet majd leszedni a gyümölcsöket, vagyis a zöldséget, és akkor ez pedig egy ilyen palántázó kis tálca. Itt vannak a joghurtok, a megyes gyümölcsjoghurt, meg a fügés, és akkor vannak itt ilyen cukormentes édességek, keksz, ilyen csokis keksz, akkor még egy csokis keksz, de ez ilyen kerek. Akkor van itt egy fél kilós, ezt majd azért lemérem, mert olyan kicsinek tűnik ez a doboz, az van ráírva, hogy fél kiló, de látszólag a csomagolás nincs megsérülve, tehát elvileg annak fél kilónak kell lenni, majd megnézzük. Aztán vettem egy kiló jódozott sót, akkor egy ilyen tonhalat növényi olajban, akkor két kókuszos kinder pingvint, meg egy ilyen málnás, vagyis epres kinder pingvint, akkor egy ilyen rágót, meg ott van egy ilyen light, osanos trappista sajt, itt van egy cukorka, ez is ilyen cukormentes cukor, meg még egy cukorka, ez a sweet and light, és akkor van itt egy pöttyös túrórudi, ez a hozzáadott cukor nélküli 5 darab van benne, és akkor van itt még két tonhal, az egyik az olívaolajban, a másik pedig sóslében, és akkor itt kaptam nagyon kedvező áron ezt a műzi szeletet, 125 forint volt egy darab, vagy 129, arra már nem emlékszem, és akkor ez a málnás csokis volt, az cukor nélküli, ez pedig kávés, hát azt hiszem ebben méz van, de majd jobban megnézem. És akkor itt van ilyen barna rizses chips, ilyen hagymás, az pedig sajtos. Úgyhogy ezeket vettem az Auchanba, már ki is pakoltam, úgyhogy most már csak el kell pakolni a szekrénybe. És ez a vásárlás egyébként, ez
47.035 forintba került, úgyhogy hát ahhoz képest mondjuk ez ugye elég soknak tűnik, de igazából ez a hús, ez volt ugye 1300-2600, ez volt ugye a legnagyobb tétel, meg a tonhalak. A többi azért az nem olyan nagyon durva, és mégis ilyen sokat kellett fizetni. Már napok óta gyengelkedett a Móriczka, nem volt egyáltalán étvágya. Először csak gondoltuk, hogy ez egy ilyen kis rosszul lét, vagy valami, de sajnos már két napja nem evett, úgyhogy muszáj volt elvinni az állatorvoshoz, és meg nagyon le volt már fogyva szegényke, és akkor megvizsgálta az állatorvos, és hát több baja is volt neki, ugye az elsődleges ez a macska éc, amit 2020. decemberében állapítottak meg nála, tehát több mint két éve, és azon kívül megvizsgálta, és megállapította, hogy ki volt száradva a macska, annak ellenére, hogy ivott, tehát itt volt neki ugye a víz. Enni viszont az utóbbi két napban egyáltalán nem evett, azon kívül a vesei is már nagyon picik voltak, a szőre is már szinte majdnem kihullott, úgyhogy mondta, hogy tulajdonképpen ez ennek a macska écnek a következménye, mert ő mondjuk mondta, hogy még életben maradhat akár több éven keresztül is. Hát a Móriczka az két évig bírta, és hát sajnos azt mondta a doki, hogy el kell altatni, tehát akár ki lehetett volna neki húzni az összes fogát, akkor infúzióra kötni, meg minden. De hát mondtam én is, hogy meg hát ő is igazából azt mondta, hogy ilyenkor már el kell altatni sajnos. Úgyhogy hát akkor megtörtént ez a dolog, úgyhogy Móriczka el lett altatva, hát majdnem 14 évig volt velünk. Április 1-én lett volna 14 éves a Móricz. Úgyhogy hát most egyébként a Lüszike meg a Bobi az úgy nézik, hogy olyan úgy látom, mintha úgy keresnék, hogy hol lehet a Móriczka, úgyhogy nem értik, hogy hol van, de hát én ugye hiába mondom nekik, hogy hát sajnos Móriczka már nem jön ide vissza, de hát legalább már nem fáj neki valószínű semmi. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!